Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal különleges dekoratív mintát kötünk. Az ismétlődő mintaegység két szem, és ehhez csak a szélszemeket kell hozzáadnunk oda-vissza kötésnél. Magasságban 4 sort kötünk. Ezt a darabot 32 szemen kötöttem, együtt 14 szemmel indulunk majd. 14 szem van a tűn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. A minta a páros számú sorok oldalán formálódik majd. Első sor tehát, szélszem. A következő két szemből 3-at kötünk oly módon, hogy hátsó szálból simán összekötjük a két szemet, ez a nyugati klasszikus kötőknek csavart szemet jelent majd, teszünk egy ráhajtást a tűre, és újra hátsó szálból simán összekötjük ezt a két szemet. Két szemből 3-at kötöttünk tehát, ezt fogjuk ismételni. Sima hátsó szálból, ráhajtás, újabb sima. Újra 2-ből 3-at kötünk, sima, ráhajtás, sima. Szélszem. Második sor, szélszem. 3-as csoportokba rendeződve találjuk a szemeket. A 3-as csoportból a középsőt, ami a ráhajtás, ráhúzzuk az első szemre, a két másik szemet pedig hátsó szálból simán összekötjük. Ezt ismételjük majd. A második szemet ráhúzzuk az elsőre, az elsőt és a harmadikat hátsó szálból simán összekötjük. Újra. Másodikat ráhúzzuk, másik kettőt összekötjük. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. Végig fordított szemeket kötünk. Szélszem. Negyedik sor, szélszem. Végig sima. Szélszem. Ezzel a 4 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!